Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban itt a képen látható két kocsit fogom egy kicsit közelről megnézni, azzal a céllal, hogy megmutassam nektek, milyen változások történtek az elmúlt több mint 20-30 év alatt. Ugye a felső kocsi az egy Rocco gyártmányú jármű, ez a 80-as évek elején jelent meg. Pontos dátumot nem tudok hozzá, de ilyen 82-83 az, amit itt ott találtam, de egy biztos, hogy 1984 előtt jelent meg ez a jármű. És itt van ennek az újabb verziója, az Acme kocsia, ő pedig már így a 2000-es évek második felének a terméke, és hát egy újabb verzió. A kocsi, az alaptípus az ugyanaz, tehát ez a másodosztályú német Deutsche Bahn Intercity kocsi. Ugye látszik is, hogy megegyeznek így jellegre a kocsik. Pontosan az exakt kocsi típus az lehet, hogy egy picit eltér, de ugyanaz a termes Intercity vagon, ezért nagyon jó kis összehasonlítási alapot tud nyújtani. Hát a felső kocsi, ugye ez a Rocco-nak a járműve, ez már az exakt 1A87-es verzió, ez a klasszikus Rocco narancssárga dobozos kivitel, ugye így néz ki ez a klasszikus narancssárga doboz. Látszik, hogy ez nem egy mai darab, itt az oldalán itt van a 54235A típusú modellről van szó. Onnan is gondolom, hogy ez egy nagyon korai példány lehet, mert hát ugye itt vannak a kis tartozékai, de hogy ez a papír is hozzá eléggé koros, hát ezen se sikerült találnom évszámot, de hát manapság már nem ilyen papírt adnak ezekhez a dolgokhoz, ez az ő kis eredeti papírja, illetve még érdekességképpen itt vannak ilyen kis felragasztható matricák az iránytáblába, ami itt található. Ezeket bele lehet ragasztani, és akkor ott meg tudjuk jeleníteni az adott viszonylatot. Ez egy eléggé régi kocsi, azonban az a helyzet, hogy meglepően nekem jól visszahozza az eredeti járművet, így külsőleg is, és berendezésileg is. Ami egyértelműen látszik rajta, hogy például a festése, a feliratozása, az azért kicsit elmarad a mai követelményektől. Egy picit homályosabbak itt a maszkolási határok, feliratok is egy picit elnagyoltabbak, azonban magának a kocsinak a kinézete, maga a kaszni formája szerintem nagyon szépen el van találva, és visszahozza az eredetit. Az alvászterén és viszonylag puritánabb alsó részről beszélhetünk, itt ugye még nincsenek felrakva a kis zacskóban található kiegészítők, de nagyjából úgy hozza azt, amit azért elvárunk egy modelltől. Szerintem ez az a szint, aminél manapság se érdemesebb lejjebb menni. Viszont ami egyértelműen látszik például a forgóvázaknál, hogy ott azért törekedtek arra, hogy ezt azért egy darabba le tudják fröccsönteni, tehát nagyon sok kis apró alkatrész, ami mondjuk a másik kocsin megvan, az innen bizony hiányzik. Igazából a kocsinak ami nagyon jó tulajdonsága az a futása, hibátlan, de nincs semmi olyan dolog, ami komolyabb akadályt jelentene neki. Rocco R2-es íveken ez ugye ilyen 360 mm-es sugár gond nélkül elközlekedik, bármilyen hosszú kocsival kapcsoljuk össze, nem siklik, nem húzza ki magát. A Rocco-nak ez a megoldása a rövid kapcsolóra, hogy gyakorlatilag a kapcsolónak itt leszelem az a forgóvázat. Itt a kapcsolónak a forgáspontja, ez gyakorlatilag itt van a forgócsapnál. Nagyon-nagyon jól belövi azt, hogy egyenesben közel húzza, ívekben pedig szépen eltartja a másik vagonokat, úgyhogy pont emiatt a dolog miatt nagyon jó lehet bármilyen terepasztalon, bármilyen kanyar kombinációban ezeket a kocsikat használni. Forgóváz is, ugye mondtam itt, ez egy egyszerűbb
egyszerűbb darab, nincsen túlságosan szofisztikálva a dolog, viszont megbízható, könnyen gurul, nem hajlamos siklásra, úgyhogy ilyen téren én azt gondolom, hogy abszolút te hozza azt, ami elvárható egy ilyen járműtől. Most a belsejével kapcsolatban ugye látjuk, hogy ugye kidolgozott belseje van, gyönyörű, szép, víztiszta ablakai vannak. Érdekesség, hogy ugye a székek, hogy az eredeti DB-s kocsiban ilyen sárgák voltak, ilyen barnás színű volt a szőnyeg, úgyhogy ezt is sikeresen leképezte a gyártó, illetve ugye ez az a kocsi típus, aminek így a tetejét le lehet pattintani, és akkor úgy be tudjuk szerelni a világítást, illetve tudunk bele, ha szeretnénk embereket telepítgetni, viszonylag egyszerűen. Most nézzük meg akkor, hogy több mint 20 évvel később mit tett le az asztalra az olasz gyártó, az Acme. Hát ugye formailag nagyjából hasonló a kocsi, ami eltérés van, azért látszik az talán elsőre, hogy itt az ajtónak az ablaka, ez szerintem egy picit más, tehát ezért mondtam azt, hogy nem pont ugyanaz az a sorozatú kocsi. Ami látszik rajta, hogy alapvetően egy sokkal filigránabb formát sikerült itt az olasz gyártónak produkálnia. Ez abban látszik meg, hogy sokkal finomabbak a vonalak itt a tetőbordáknál, itt az ajtó végeknél, itt ez a kis ereszcsatorna, illetve hogy általánosságban jobban ki vannak dolgozva ezek a kis apró részletei a kasztinak, sokkal finomabbak itt az ablakkereteknek a megjelenítése, illetve itt ugye ez a szellőző rész is, valamint a szoknyánál is, sokkal valahogy az egész mondjuk úgy jobb felbontásban van kidolgozva. Illetve, ami érdekesség, hogy ugye a kocsinak az alja is azért egy finomabb, jobban kidolgozott dolog. Ugye az olasz gyártó azért mindenféle ilyen kis alvászberendezést igyekszik a lehetőségekhez képest lemodellezni, tehát minden kis cső, minden kis vezeték itt alul felhelyezésre került, fotomaratott kis szűrő, itt a klímának a szűrője, itt is emögött a kis rácsos rész mögött, tehát egy eléggé precíz dologról beszélünk, illetve a forgóvázak is, hát láthatóan azért egy fejlettebb technikával készültek, egy jobban kidolgozott kiadásba, látszik, hogy itt már ezek a kis vezetékek meg vannak rajta jelenítve, illetve sokkal részletesebb, sokkal jobban kidolgozott itt a rugó, illetve a többi apró kis elem, valamint ugye itt a tárcsaféknek az imitációja is el van készítve. Most ezen a kocsin egyébként innen a végéről a WC tartályt azt leszettem, és ki is fogok térni, hogy majd a kompromisszumoknál, hogy azért nem minden arany, aminek látszik. De például nézzük meg itt, hogy ezt a kis lépcső is egy fotomaratott elem. Az ütközők rugósak, itt a kocsi végek is nagyon szépen filigránra sikerültek, lehajtható kis átjáró trepnivel, vékony kis gumihurkával. Az összességében az egész jármű azért így sokkal inkább egy finomabb modell. A feliratozás, a festése is sokkal precízebb és filigránabb. Mindenhol kis apró részletek, nagyon vékony, nagyon finom feliratok vannak rajta. Kis apró részletek kifestve, tehát egy tényleg azért látszik rajta, hogy egy újabb gyártási eljárással készült, egy sokkal filigránabb jármű, illetve hogy az ablakok is egy picit sötétítettebbek. Visszatérve a belsőre, látszik, nem tudom mennyire lehet látni ugye a sötétített ablakok miatt, ebbe is ugye van belső berendezés, egy a korszaknak megfelelő most már ilyen kékes ülésekkel, illetve világosabb színű padlóval, ami még érdekes, hogy az üléseknél a fejtámlákon a kis párnák is külön pirossal le vannak festve, kis asztalkák meg vannak ott csinálva, tehát nagyon szépen ki van dolgozva a jármű belseje is. Ha világítást teszünk bele, akkor tényleg egy élmény az, amikor az ember fölkapcsolja a világítást, és így
láthatóvá válik a járműnek a belső berendezése, illetve még olyanra is figyeltek, hogy itt az üléssor fölött, nem tudom mennyire látszik, ott még a végigfutó csomagtartó is meg van csinálva ilyen kis áttört alkatrészekből. Hát ami a kocsinak a negatív oldala, az a futása, illetve a nyűgössége. Olasz kocsiról beszélünk, ugye Acme kocsiról. Hát ugye, hogy miért nincsenek itt fönn a WC tartályok? Azért nincsenek fönn, mert egy picit akadályozzák az ívekben, meg akadályozzák az ív emelkedő átmenetekben. Illetve hát neki a kinematikája se olyan jó minőségű, mint a Rokóé. Itt látszik is, hogy egy picit a végén már beleakad itt a fűtési kábel lengő csatlakozójába. Ez nem túl szerencsés, ugye főleg szűkebb íveken lehet ebből probléma. Illetve neki ugye másfajta elrendezésű maga a kinematikája, és például vigyázni kell arra, hogy nem szereti azt, hogyha nagyon szűk ívekbe használjuk, mert egyszerűen túlságosan közel ér hozzá a másik jármű. Ami érdekesség, hogy itt ugye egy sima kurzkuplung van, viszont a kocsi, ami mögé kapcsoltam, ő egy ilyen magasságba áríthatós kurzkuplungot kapott, mert ha nem az lenne, akkor annyira összeérnek, hogy már a 460-480 mm-es ívekbe is kihúzza a kocsit, tehát egy picit el kell tartani a rövid kapcsolónak, mert annyira közel húzza a másik járművet, hogy egyszerűen nem lehet így járatni. Le is van írva egyébként a használati utasításában, hogy hát vigyázzunk, mert hogyha rövid kapcsolót használunk, akkor nem is tudom mit írnak, de hogy valami 450 mm-nél kisebb sugarú íven, akkor ne járassuk. Hát köszönjük szépen, azért nem mindenkinek van a birtokában egy teniszpályányi terület arra, hogy terepasztalt építsen. Lényeg a lényeg, megoldható ez is egy ilyen magasságállítós rövid kapcsolóval, de hát azért meg lehet oldani azt, hogy egy ilyen hosszú kocsi rendes kurzkuplung kinematikával működjön, és ne kelljen ilyen trükkökhöz folyamodnunk ahhoz, hogy rendesen tudjuk járatni a szerelvényünkbe a járművet. Úgyhogy hát igen, a minden éremnek van egy kis hátulütője, ennél a kocsinál ez. Ő még nem nyikorog, neki nincs ilyen gyári Acme áramszedője, de például érezhetően nem fut olyan szépen, illetve hát nem tudom, hogy csinálták meg itt a forgóváznak a felfüggesztését, de egy picit kényesebb ezekre az emelkedő ív átmenetekre. Nem tudja olyan jól lekövetni a pálya esetleges egyenletlenségeit, mint a Rokó kocsi. Hát ennyit az Acme kocsiról. Én úgy gondolom egyébként, hogy játszhatóság szempontjából, felhasználás szempontjából ez az 1000 éves Rokó kocsi a mai napig megállja a helyét. De tényleg, sőt, én azt gondolom, hogy nyugodtan mellé lehet tenni egy Acme kocsinak is. Nem kell szégyelkeznie. Azok a részletek, amikben az Acme jobb, azok csak nagyon közelről vehetőek észre. Már ilyen 20-30-40 centiről igazándiból elenyésző az a különbség, ami a kettő jármű között van. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére azért az Acme kocsi képviseli inkább azt, amit 2020-21-ben elvárhatunk egy prémium kategóriás járműtől, viszont sajnos ugye az ő kis kényességi, az ő kis rigolyáival is együtt kell élnünk. Hát ugye ez már lassan ugye kezdi közelíteni azt a pontot, amikor el kell dönteni, hogy most akkor a vitrínbe gyártunk vasútmodelleket, vagy játszani is szeretnénk vele. Ha játszani szeretnénk vele, akkor ugye azért ilyen kompromisszumokat kell például kötni, hogy le kell szedni azt a WC tartályt, a magasságállítós kurzkuplungot kell használni, különben siklik, illetve egyéb ilyen dolgokat figyelembe kell venni, hogy
például milyen kocsik mellé rakjuk, mert például nem mindegyikkel szeret nem siklani az Acme kocsia. A Rokonnál ilyen gond nincs, tehát ezt bárhova berakhatjuk, az mindegyik szerelvényben el fog közlekedni komolyabb probléma és egyéb dolog nélkül. És még egy dolog a Rokkónál, hogy ezt a kocsit, ezt 30 plusz éve tervezték. Nem tudom, hogy akkor milyen dolgokat használtak, de gyanítom, hogy ez papír és ceruza alapon lett megtervezve ennek a szerszáma meg az egész. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest szerintem nagyon komoly munkát végeztek akkoriba, és abszolút megállja a jármű a helyét a mai napig is a terepasztalon. Nincs szégyenkezni valója. Hát tényleg nem semmi az, hogy a 80-as évek elején ilyen minőségű modelleket tudott már a Rokó gyártani. Többek közt ezért is van azt szerintem, hogy ugye nagyon sokan a régebbi modellezők közül ugye ezt a minőséget keresik. Tehát ami pont annyira ki van dolgozva, amennyire kell, de mellette föl lehet tenni a pályára, lehet futtatni a terepasztalon, nem nyűgös, nem kényes, könnyen lehet szerelni, be lehet építeni bele könnyen világítást, meg lehet oldani könnyen a záramfelvételt a forgóvázakról, okosan, észszerűen van megcsinálva az egész jármű, és tényleg az örökké valóságra van tervezve. Hát ez az, ami manapság egy picit hiányzik a Rokóból, de nem csak a Rokóból, hanem mint látjuk, ugye az Acme kocsia se kompromisszumoktól mentes. Nagyon szép jármű, nagyon jól néz ki, de bizony valamit valamiért, tehát a kinézetért azért egy picit beáldozták szerintem azt a dolgot, hogy jól lehessen vele terepasztalon közlekedni, illetve hogy könnyen lehessen használni a mindennapi játék során, és tényleg egy kicsit sajnálom, hogy ezt nem tudták úgy megoldani, ahogy mondjuk meg tudta oldani a Rokó papír meg ceruzával tervezve több mint 30 éve. Ha gondoljátok, írjátok meg ti is a tapasztalataitokat a kommentekbe, hogy nektek mi a véleményetek a régi Rokóról, az új Rokóról, mi a véleményetek az Acme kocsikról, szóval bármit, amit ezzel kapcsolatban gondoltok, illetve azzal kapcsolatban, hogy tényleg egy bizonyos ponton túl mi az, ami fontos, az, hogy jól tudjuk használni a járművet a pályán, vagy az, hogy nézzen ki, ez is ugye egy kardinális kérdés szokott lenni. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!